Vakáció szüneteltetve. Rendkívüli ülésszakra hívták össze a vakációzó szenátorokat. Sürgősségi kormányrendeleteket hagytak jóvá. Tömegrendezvények feltételekkel. A népszerű rendezvényekre csak az mehet majd be, aki beoltatta magát. Még nem késő, oltáskampányokat is szerveztek. Ha végre itt a nyár, a strandolás elmaradhatatlan. A biztonságos szórakozás érdekében érdemes megtanulni úszni. Köszöntöm Önöket, híradónkat látják! Rendkívüli ülésszakra hívta össze a Felsőház Bizottsága szerdán a szenátus plénumát. A napirenden az a sürgősségi kormányrendelet szerepelt, amely szavatolja, hogy az önkormányzatok az államkincstártól vehetnek fel kölcsönt. A Kücsú kabinet a múlt hónap végén fogadta el a Cseke Attila által vezetett fejlesztési tárca javaslatára azt a sürgősségi kormányrendeletet, amely lehetővé teszi az önkormányzatoknak, hogy az államkincstártól vegyenek fel hitelt. A kormányülés után Forint Kücsú azt nyilatkozta, hogy 630 millió lejes hitelkeretet bocsátanak a helyi önkormányzatok rendelkezésére. A sürgősségi rendelet szerint a kölcsönt 3-tól 5 évig terjedő futamidőre, a futamidő függvényében 1 és 1,5% közötti kamattal vehetik vele a helyhatóságok az államkincstártól. Mivel tart még a parlamenti vakáció, rendkívüli ülésszakot hívtak össze a rendelet megvitatása érdekében. Azért tartjuk meg ezt a rendkívüli ülésszakot, mert a törvény lehetővé teszi, hogy a honatyák tudomást szerezzenek és szavazhassanak a kormány által kibocsátott sürgősségi rendeletekről. Az alkotmány 115-ös számú cikkelye szerint ugyanis egy sürgősségi rendelet csak akkor lép hatályba, ha sürgősségi eljárással vitára bocsátják a parlament illetékes házának, jelen esetben a szenátus plénumában, és megjelenik a hivatalos közlönyben. Az önkormányzatoknak hitelt biztosító sürgősségi kormányrendelet célja egyébként a települések akadálymentes fejlődésének a biztosítása, illetve az uniós és állami finanszírozású befektetések leállásának megelőzése. A kisebb önkormányzatok számára ugyanis gyakran gondot jelent a számlák fedezése az utólagos elszámolás pillanatáig, és gyakran a 2%-os önrész biztosítása is. Egy újabb hónappal hosszabbította meg a kormány a járvány miatti készenléti állapotot. Az erre vonatkozó határozatban a múlt hónaphoz képest semmi változás nincs. Minden úgy marad, ahogy korábban bejelentettük, mondta Florin Kücsú a Viktória palotában tartott sajtótájékoztatóján. Szigorúbban büntetni a rendőrség a szabálytalanul közlekedő, agresszív gépjárművezetőket. A vonatkozó jogszabálytervezetben a hatóságok meghatározzák, hogy tulajdonképpen mi minősül agresszív vezetésnek. A rendőrség szerint az intézkedésre azért van szükség, mert idén a közúti kihágások miatt rendkívül magas az elhalálozások száma. Jelentősen lecsökkent az idei év első 7 hónapjában a súlyos közúti balesetek száma Romániában a 2019-es és 2020-as év hasonló időszakához képest. Igen ám, de a közúti balesetek miatt az elhalálozások száma növekvő tendenciát mutat, közölte az aggasztó statisztikát a belügyminisztérium szóvivője. A balesetek többségét a gyorshajtás, a gyalogosok szabálytalan átkelése az úton és a gyalogosok úttesten való közlekedése okozta. Az első 7 hónapban országos szinten összesen 2586 balesetet jegyeztek, ezekben 932 személy vesztette életét, és 2004-en súlyosan megsebesültek. A jelenség visszaszorítása érdekében a belügyi tárca egy új, a közúti kiágásokat keményebben büntető jogszabálytervezetet dolgozott ki. Jelenleg az autópályákon a forgalommal szemben haladó gépjárművezetőkre 870 és 1305 lej közötti bírságot szabnak ki, és 60 napra bevonják a jogosítványát. A törvényjavaslat értelmében ezentúl ezért a kihágásért 4-es fokozatú büntetés szabnának ki, ami 9 és 20 közötti büntetőpontot jelent, ami 2900 lei terjedő pénzbírságot jelent, és a jogosítványt 120 napra vonnák be.
A tervezetben meghatározzák a büntetendő agresszív viselkedés fajtáit is. Ezek szerint súlyos kiágásnak minősül a közlekedési sávok gyakori váltogatása, illetve az ellentétes sávra való áthajtás, miközben egész autósorokat előznek. Büntetnék a kézifékkel történő kanyarodást, illetve egy másik autóvezető megfélemlítése céljából a biztonságos követési és előzési távolság be nem tartását. Emellett büntetése számíthatnak azok is, akik indokolatlanul használják a fény- és hangjelzéseket, illetve a motor sorozatos felpörgetését, amivel megzavarják a közlekedésben résztvevőket. A belügyminisztérium tervezi az autóvezetői vizsgák törvényes keretének felülvizsgálatát is azért, hogy az újonc gépjárművezetők felkészültebben üljenek a volán mögé. Ebben az évben ki kellene iktatni az egyszer használatos műanyageszközöket, ajánlja az Európai Unió. Magyarországon már júliustól tilos az ilyen eszközök használata. Románia sajnos még nem tart itt, azonban sokan már javában keresik a műanyageszközök környezetbarát lebomló változatait. Körülbelül egy fél órát az bírja a folyadékot, a hőt, a meleg folyadékot, és utána lebomlik, elolvadt. A műanyag szívószál lebomló alternatívája az ehető szívószál mellett további műanyageszközök környezetbarát változatait is bemutatja a Bakaló János beszerzési menedzser. Fa evőeszközök, papír salátástálkák, poharak, tasakok, borossatyor is található az asztalon a műanyag változatok mellett. Szendvics csomagoló. Salátának még van meg egy másik papír változat, amit lehet használni, és természetesen itt van a papír szatyunk, amiben csomagoljuk a termékeket elvitelkor. Van egy dobozunk, egy hőálló dobozunk, amelyikben lehet a húsokat tárolni, és nem felszolgálni, hanem elvitelre szállítani őket. Ez hőálló doboz. Azon csomagolóanyagok cseréjével, amelyekre van alternatíva, jól haladnak, azonban egyelőre nem mindegyiknek van lebomló változata. A vákumba csomagolt termékeknél például még nem jelentek meg a lebomló alternatívák, sem a tálcás termékeknél. Utóbbi esetében, ha a tálca környezetbarát is, a rákerülő fólia már nem. Varga Pál Petri Zsolt jónak tartja a műanyageszközök lecserélését, cégük támogatja az ilyen típusú hulladék csökkentését. Keressük ezeket az alternatívákat, hogy vélemel belülük is igénylik egyre jobban, hogy a műanyagban van csomagolva, az környezetszennyező, úgyhogy igénylik ők is. Az átállás anyagilag és időráfordítás szempontjából egyaránt áldozatokat kíván. Függ attól, hogy milyen alternatívát találunk rá, úgyhogy ez változó, ez lehet egy-két hónaptól akár egy évig is eltarthat, anyagilag pedig mindenképp drágább. Általában ezek a biodegradábilis dolgok drágábbak, mint a műanyag. Itt inkább százalékosan mondanám, hogy akár egy olyan 20, 30, 50 vagy esetleg 100%-kal is drágább. Bár pontosan nem tudni, hogy mennyi műanyag eszköz fogy el, minden bizonnyal nagyon sok. Az emberek pazarolnak, és sokan nem törődnek a műanyag hulladék mennyiségének csökkentésével. Mégis van egy réteg, amely odafigyel a környezetvédelemre, és ez a tábor egyre népesebb. Oltáskampányt szerveznek ezen a héten a kolozsvári Magyar Napok szervezői, annak érdekében, hogy a rendezvénysorozat programpontjaira biztosan és zökkenőmentesen bejuthassanak az érdeklődők. A rendezvényen csak beoltott személyek vagy negatív koronavírus teszttel rendelkezők vehetnek részt. Oltáskampányt szervez a 12. kolozsvári Magyar Napokat megelőzően az esemény szervező csapata a polgármesteri hivatallal és a CERT Transzilvánia Egyesülettel közösen. Gergely Balázs főszervező híradónknak elmondta, mindazok, akik augusztus 7-ig megkapják az egydózisú vakcinát, vagy bármely más vakcina második adagját, részt vehetnek a kolozsvári Magyar Napokon. Úgy döntöttünk, hogy egy oltási kampányt indítunk annak érdekében, hogy minél többen a legegyszerűbb módját választhassák a rendezvényeken való részvételnek, ez pedig az oltás. Minden egyéb lehetőség, PCR-teszt, antigénteszt, ezek úgy gondoljuk, hogy sok
sokkal macerásabbak, körülményesebbek, és hát most van még időben az, aki eddig nem oltotta be magát. A Szent Mihály templom bejárata mellett felállított oltópont augusztus 2-a és 7-e között délutánonként 17 és 21 óra között elnyitva. A felnőttek a Johnson & Johnson vakcináját, a kiskorúak pedig a Pfizer vakcináját kaphatják meg. Ott jártunkkor nem volt nagy az érdeklődés, tegnap estig alig 12 ember élt az oltás lehetőségével. Mi tudjuk egy ilyen eseményt, csak beoltott negatív teszttel rendelkező vagy betegségen átesett emberek részvételével lehet megszervezni. Azért fontos, hogy beoltassuk magunkat, hogy részt vehessünk eseményeken, és biztonságban is érezhessük magunkat, nem de? Az augusztus 17-i nyitógálán kizárólag érvényes oltási igazolással rendelkező személyek vehetnek részt. A főtéren, a Bor utcában, a Bánfi udvaron, a Kolozsvári Református Kollégium udvarán, illetve a Romkertben szervezett eseményekre pedig minden 16 évnél idősebb résztvevőnek rendelkeznie kell oltási igazolvánnyal, 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszttel, 24 óránál nem régebbi negatív antigén-teszttel, vagy olyan igazolással, hogy 180 napnál nem régebben kigyógyult a fertőzésből. Hasonló előírások érvényesek a marosvásárhelyi forgatagon is. A szervező csapat szeretné mindenkinek megadni az esemény összes programján való részvétel lehetőségét, ezért kértek és kaptak a közegészségügyi igazgatóságtól engedélyt az oltáskampány megszervezésére. Mától szombatig minden nagykorú személy igényelheti a Johnson & Johnson vakcinát a Marosvásárhelyi Színház téren. A jelenleg érvényben lévő szabályozás alapján tömegrendezvényeken bizonyos létszám fölött oltási igazolványt, negatív PCR-tesztet, antigén-tesztet vagy felgyógyulási igazolást kell felmutatniuk a résztvevőknek. A forgatagot szervező csapat szeretné mindenkinek megadni az összes programon való részvétel lehetőségét, ezért oltáskampányt szerveztek. Ennek az oltáskampánynak az volt a célja, hogy segítsünk azokon az embereken, akik esetleg eddig nem jutottak oltáshoz, vagy nem pont ehhez az oltáshoz jutottak. Ugye itt most 3 napig a Johnson & Johnson vakcinával fogják oltani az embereket, a közegészségügyi igazgatóság, illetve partner volt a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és a Maros Megyei Tanács is. Mától szombatig délután 3 és 7 óra között lehet igényelni a SARS-CoV-2 elleni Johnson & Johnson vakcinát Marosvásárhelyen, a Színház téren levő szökőkút mellett felállított mobil oltóközpontban. Előzetes regisztráció nem szükséges, mindössze személyazonossági igazolvány és maszk legyen mindazoknál, akik nagykorúak és igényelnék a vakcinát. Személy szerint igazából azért tartom fontosnak az oltást, mert így a fiatalabbak körében igazából inkább ez maga az a dolog, hogy fesztiválozgassunk, meg minden igazából menjen úgy, mint ahogy régen ment. És szerintem sincs nagyon más megoldás, mint az oltás, és tényleg sokkal biztonságosabbnak tűnik így. A Marosvásárhelyi forgatagot augusztus 27 és 29-e között rendezik meg. Az immunitás bizonyító iratok szükségesek a főtéri koncertekre, illetve minden olyan eseményre, amely zárt térben vagy sátrakban zajlik. Ha nyár, akkor fürdőzés, de ugyanakkor sajnos balesetek is. Nem ritka, hogy emberéletet követel a víz, főként a kiskorúak körében. Gyakran olyan személyek fulladnak meg, akik az áldozat segítségére sietnek. Pontosnak tartod azt, hogy kell fürdőzni? Hát igen. Mit gondolsz, miben segít neked az, hogy... Például nem fulladok meg. A nyár folyamán megnő a fulladásos halálesetek száma, különösen a fiatalok körében. Szeghalmi Andrea úszásoktató híradónknak elmondta, a hőségben a testhőmérséklet hirtelen változása, a figyelmetlenség, de akár az alkoholos italok fogyasztása is balesethez vezethet. A gyerekek esetében azért történik meg, hogy elsősorban már nem tud úszni. Na most az, aki nem tud úszni, annak nem ajánljuk, hogy bemenjen a vízbe. Tehát a gyerekeket is, ha bemegyünk a gyerekekkel a vízbe, azért felügyelet alatt tartsuk. Ha most rátérünk a felnőttekre, hogy a felnőttek miért fulladnak meg, most itt kint vagyunk a vikendtelepen, és hogyha elmegyünk, akkor meg lehet nézni, hogy ki vagyunk melegedve, hirtelen beugrunk a vízbe, az se jó, hogy a testhőmérséklet hirtelen megváltozik. Akkor vannak fiatalok, akik 2-3 pohár sör után nagyok akarnak lenni, és akkor beugranak a vízbe, és az is egy gond.
A fulladásos balesetek során ajánlottabb megfelelő segítséget hívni, mivel ha hirtelen a fuldokló segítségére sietünk, a saját életünk is veszélybe kerülhet. Akkor tudunk a legtöbbet segíteni, ha ismerjük a mentéshez szükséges szakértői lépéseket. Szeghalmi Andrea maga is részt vett egy első segélynyújtó tanfolyamon. Szerinte nem lehet eleget hangoztatni, hogy elengedhetetlen már gyerekkorban megtanulni úszni. Egy baleset miatt kellett befejeznem az úszásnak a tanulását, mert a nővérem elhasította a lábát, amiközben ilyen órákra jártunk, és ezért abba hagytuk a tanulását az úszásnak, de utána, ahogy jártunk nyaralni, meg minden, úgy kialakult, és az alapokra építettem, és úgy magamtól megtanultam. Nem akartam menni úszótanfolyamra, és egyedül elkezdtem úgy karimpálózni, meg aztán megtanultam szépen úszni. A reprezentatívnak semmiképpen nem mondható mini felmérésünkből is látszik, hogy bizony sokan vannak, akiknek nincsen meg a biztos alapjuk az úszás terén, pedig ha alapos oktatásban volt része valakinek, akkor nem csak a saját életét tudhatja a különböző vizekben biztonságban, de mást is megmenthet. Harmadik alkalommal kezdődött el a lovas íjásztábor Mezőpanitban. Idén 40 gyermek vesz részt a különböző lovas és íjász programokon. Megnyitotta kapuit a harmadik Pászkalehel lovas íjásztábor Mezőpanitban, Bodó Benyámin szervezésében a helyi tanács támogatásával. A sátortáborban 40 gyermek érkezett, és már kora délután javában zajlott a tanítás. A résztvevők nagy része a községből jelentkezett, de Vásárhelyről és környékéről is érkeztek, két gyerek pedig Franciaországból. 40 gyerek vesz részt ezen a táboron az idén. 6 lóval tartjuk az oktatást, és a tábor részleteiről. Itt ez egy italvos sátortábor, reggelivel, ébresztővel kezdődik, utána reggeli, 9 óra után 9:30 felé kezdődik az oktatást, amit Pászkaleál lovasiász tart, és ez tart 1 óráig, 1 órakor megebédelünk, és ebéd után pedig szabad program. A táborban Pászkaleál számos díjat nyert lovasiász tanítja a gyerekeket a lovakkal való kapcsolat megteremtésére, majd az alapok bemutatása után a lovaglásra, végül pedig a lovakon történő íjászatra. Elsősorban teremtsünk egy jó kapcsolatot a lovakkal, ne féljenek a gyerekek, merjenek mellettük, körülöttük, felettük, alattuk járkálni, hogy legyen meg a bizalom, és akkor próbáljuk egy másra helyezni ezeket az alapokat, próbáljuk úgy lassacskán felépíteni, hogy el tudjanak indulni, önállóan felülni, önállóan irányítani, jármódok között a különbséget észlelni és kiülni a lovaknak a jármódját, és felépíteni egy jó kapcsolatot és egy együttműködést. A gyerekek számára nagyon izgalmas a sátorban alvás és a lovak állandó közelsége. A táborban önállósodnak is, mivel a telefont csak is este használhatják, a programok lejárta után is a legtöbben csak a tábor után tudnak beszélni a szüleikkel. Azt, hogy lón lőjünk, és hogy a sátrakban jól tudjunk lenni, és hogy minden szép legyen. A szervezett programok mellett bőven jut szabadidő is, amit akár körhintán vagy vízcsúszdán is eltölthetnek a gyerekek. 23 régi utcai közkeresztet újítottak fel az elmúlt évben Gyergyó remetén. Az akcióhoz magánszemélyek, imacsoportok és más közösségek is csatlakoztak. Az adományokból összegyűlt pénzt a Betlen Gábor alaptól nyert 1,5 millió forinttal egészítették ki. Több mint 40 különböző korú és állapotú utcai kereszt található Gyergyó remetén, amelyből 23-at a helyi Együtt a Jövőnkért Egyesület által megszervezett javítások során sikerült felújítani. Az elkorhat, megrongálódott alkotóelemeket az eredetiekhez hűen újraalkották, hogy még sok évtizedig állhassanak és imádságos szívvel állhassanak előttük az emberek. A keresztény szimbólumok felújítását több helyi civil szervezet, magánszemély, illetve a magyar kormány is támogatta. Azt hiszem, hogy ez a projekt többes üzenetet hordoz. Ez a projekt az, hogy egy székelyföldi magyar közösség a magyar kormány támogatásával keresztény szimbólumokat újít fel. Ez többet jelent a mai világban különösen. Ez határozott értékválasztást jelent, azt mutatja, hogy ugye a magyar kormány támogatást adott el, ugye a közösség, aki ezt kezdeményezte és megvalósította, hitet tett
valami mellett hitetett a keresztény érték választás mellett. A közkeresztekre nyitott történelemkönyvként is tekinthetünk, és nem csak a székely hagyományok további élését biztosítják, de néprajzi, művészeti, egyháztörténeti jelentőségük is van, mondta Lackó Szentmiklósi Endre történész néprajzkutató, aki közel 40 évnyi kutató munkát szánt a keresztek megismerésére, és úgy véli, más-más tájegységekben számos különbözőséget, sajátosságot lehet felfedezni. Ezek a keresztek nem csak valamikori közösségnek az múló emlékei, hanem ugyanakkor ezek az örökké valósággal való megváltásnak is a szimbóluma. És ha bár ugye az enyészetnek kitett anyagi dolgok, de mégis azért a győzedelmes életet indítottak a keresztet. Ezt követően az érdeklődők több felújított közkeresztet is felkerestek, amelyeket megáldott a község plébánosa. Szentelje meg ezt a megújított keresztet a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Három újabb magyar érem, sporttal folytatjuk. Három újabb érem a mérlege Magyarország küldöttségének a tokiói olimpián a csütörtöki versenynap után. A kajakkenuban elért menetrend szerinti két medál mellett nyílt vízi úszásban is született egy ezüst. Döntő nap volt a tokiói Sea Forest Waterway csatornán a kajakosok és kenusok versenyén, és ez azt jelenti, hogy újabb magyar sikerekre lehetett számítani, amelyek nem is maradtak el. A férfiak 200 méteres egyes kajak versenyében Tótka Sándor az elődöntő megnyerését követően a döntőben is magabiztos aranyérmet érő evezéssel végzett az élen. Csizmadia Kolos, aki szintén elődöntőt nyert, a fináléban éppen csak lecsúszott a dobogóról. A női kajak 500 méteres számában Csipes Tamara egy ezüstéremmel vigasztalódhatott. Miután a kettesben a negyedik lett, ezúttal Kozák Danutának nem sikerült éppen csak, hogy dobogóra állnia, mint ahogy a férfi 1000 méteres számban is a magyar csapat a negyedik helyre szorult. A magyar küldöttség harmadik érme a nyílt vízi úszásban született, 10 km után Rasovszky Kristóf a német Florian Welbrock mögött a második helyen ért célba. Magyarország ezzel 5 arany, 7 ezüst és 3 bronzéremmel a 13. az éremtáblázatban. Ez volt a híradó. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!